Covid, háború, infláció, emelkedő energia és alapanyagárak, ezek a globális hatások befolyásolják a helyi gazdaság lehetőségeit, mindennapjait. Folyamatos napi alkalmazkodásra kényszerülnek a cégek Baranya megyében is, mondja a helyi iparkamara főtitkára. A kormányzat gazdaságvédelmi akcióterve most térülhet meg, mondja Rabszabolcs. Elképesztő mennyiségű forrást helyeztek ki azoknál a cégeknél, akik hajlandók voltak fejleszteni, beruházni, új terméket bevezetni, új szolgáltatásokat kidolgozni, ne adj Isten munkahelyeket teremteni. Azt reméljük, hogy ennek a hatása majd szép lassan begyűrűzik a gazdaságba. De a helyzet nem egyszerű, mi folyamatosan ágazatok mentén egyeztetünk a cégvezetőkkel, a vállalkozások vezetőivel. Tényleg talán az lehet a motto, hogy az állandó változást kell megszoknunk és magunkévá tenni, és állandó változás mentén kell jó és jó döntéseket hoznunk. Fejlesztési forrásból jól áll Pécs és a megye. A főtitkár azt mondja, az infrastrukturális fejlesztések, az ipari területek kialakítása segítheti a cégek betelepülését. Ez pedig újabb lehetőségeket jelent a helyi cégeknek, de az önkormányzatok bevétele is nőnek ezzel.